Mostanában Alvin Berisa a legtöbb időt videójátékokkal tölti, és azzal, hogy számolja a lájkokat az Instagramon. A 11 éves fiú sorsa igazán rendkívüli. Nemrég menekült meg egy olyan helyről, amit legtöbben csak a pokolnak hívnának. 5 évvel ezelőtt a fiú anyja áttért az iszlámra, majd elhagyta az olaszországi családi otthont, és csatlakozott az iszlám államhoz Szíriában. Kisfiát is magával vitte. Az apa kétségbe esett, de soha nem adta föl, hogy megtalálja és visszahozza gyermekét. Csak Alvinra tudtam gondolni, semmi más nem érdekelt, csak ő. Tisztában voltam a kockázatokkal, de mit tehettem volna? Alvint december 17-én vitték el, és én január 1-én már Szíriában voltam. Egy héten át kerestem, de nem találtam. Azután az iszlám állam fogságába kerültem, mesélte az apa. A férfi végül megtalálta a szabadulás útját, 500 eurót fizetett egy dzsihadista fegyveresnek. De ez a tapasztalat sem tudta elrettenteni. Minden évben visszatért Szíriába. Végül kapott egy levelet, amelyből kiderült, hogy hol van a kisfia. És mikor ennek nyomába eredt, sikerült is rátalálnia a gyerekre. Amikor annyi év után végre találkoztak, azt kérdezte tőle, hogy Alvin emlékszik-e még rá. Mire a fiú azt válaszolta, hogy igen. Az apa vállalta azt a felelősséget, amelyet a kormány nem akart. Megtalálta a gyermekét, elment érte a táborba, és megmutatta mindezt a világnak is, mondta ez az ügyvéd. Mikor rátaláltak, Alvin sérülten, egyedül élt a táborban, miután az anyja korábban meghalt a harcokban Szíriában. Csak nem 6 hónapot töltött az Al-Haul nevű táborban, ahol több ezer hozzá hasonló sorsú, európai származású gyermek él. A Vörös Kereszt szerint Alvin sorsa jó hatással lehet más, hasonló esetekre nézve is. Egy pár kormány megbeszéléseket kezdeményezett velünk más gyermekek hazatelepítésével kapcsolatban. Ez összetett kérdés, nem lehet azt mondani, hogy holnap már meg is történhet minden. Valószínűleg sokkal több időbe telik, mert a közel-keleti helyzet elég bizonytalan most. A lényeg, hogy néhány kormány megértette, mi az, ami megvalósítható a Vörös Kereszt csatornáin keresztül, hangsúlyozta a nemzetközi szervezet munkatársa. A kisfiú mit sem tud arról, hogy az ő története milyen komoly hatást gyakorolt más országok politikájára. Az egyetlen, ami most számára fontos, hogy kapott az élettől egy második esélyt.